hagyományokhoz híven a Gyulai Várszínház zászlajának felkúszása a várfalán Erkel operájára jelezte, hogy visszavonhatatlanul elkezdődött a teátrum 53. évada. A programsorozatot megnyitó Kónya István alpolgármester kiemelte, Gyulán mindig is a minőségi színjátszás volt a jellemző, a jogutód Gyulai Várszínház is mindig ezt képviselte. Ebből a szempontból a teátrumot az állandóság jellemzi, ám évadról évadra megújulás szükségeltetik ahhoz, hogy a színházművészet és a színházi kultúra állandó változásait, újdonságait a nagy érdemű számára megismertessék. Legyen szó akár a hozzánk érkező vendégekről, akár Gyula polgárairól, a várszínházi szezon indulása mindenki számára komoly jelentőséggel bíró, a város életét felpősdítő társadalmi esemény a mai napig is, mely a gyulai nyár igazi kezdetét jelenti évtizedek óta, hiszen a várszínház generációkon átívelő és generációkat összekötő, a város kultúráját alapjaiban meghatározó intézményünk. A történelmi időkre is emlékezve az ágyúlövésekkel jelképesen bevették a gyulai várat az idei évad 6 hetére. Ha éppen Etelkát akarod megismerni, akkor a legjobban tennéd, hogy a telenéli játszik. A Várszínház első előadása, egyben ősbemutatója a Tamási Áron műve alapján készült Zongota volt a Sepsi-Szentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásában. Az idei összművészeti fesztivál augusztus 14-éig tart.